A bor kékfrankosból, Merlóból, Cabernet Sauvignonból és Cabernet Francból áll. Az Omegának a felkérésére készült igazából, hogy a közelgő testamentum lemez mellé legyen egy kis hírverés borban is. Szóval igazi szexádi bikavér készült, melyből összesen 670 palack van, és a hírek szerint a címke a készülő testamentum lemez borítója lehet. A bor Eszterbauer János és Takler Ferenc közös szerzeménye, hiszen mindketten vérbeli omegások. Mikor megkóstolod a bort, és akkor érzed, hogy megvan-e a bornak a belső békéje, a harmóniája, vagy nincs? Attól lehet nagy bor, de ha nincs meg a harmónia, az a belső béke, hogy csönd van, nem kiabál ki a palacból, akkor jó lesz az a bor. Már most iható a bor, és ez a legnagyszerűbb, hogy egy ilyen fiatal bor már most iható. Ács Dezső a város polgármestere és Omega rajongó. Azt mondta, a zenekar és a város kapcsolata jó marketing fogás mindkét fél számára. Az, hogy ők kötődnek Tolna megyéhez, kötődnek Szekszárdhoz, ugye bár a Székén keresztül, Frenkén keresztül elsősorban, de most már ezen túlnyúlott ez a kötődés, hiszen például találkozhattunk velük a Márton napon is, tehát hogy inkognitóban is szívesen járnak ide le. Szóval azt gondolom, mindenféleképpen a város javára szolgál, hiszen nagyon sokan szeretik az Omegát, és az Omegán keresztül ismerik meg Szekszárdot, szeretik meg Szekszárdot, biztos vagyok, hogy ez város marketing szempontból egy nagyszerű és felemelő dolog lesz majd. A bor érdekessége, hogy a kékfrankos a hajdani kóbor birtokon tervet. Ez a testamentum elképzelésünknek egy része. Most jó vagy rossz, hogy először a bor jelent meg, és a zene csak ezután jön, meglátjuk. Én most főleg a Queen film, tehát a Bohemian Rhapsody kapcsán úgy érzem, hogy jó lesz ez a testamentum téma, mert tényleg mi is annak akarunk emléket állítani, ami erről az elmúlt 60 évről szólt. A lemez anyagát a jövő év végére ígérik az omegások.